Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. A mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan állíthatjuk helyre az ösztrogén szintünket a változó korban természetes úton. Mint ismeretes, a perimenopauza időszaka alatt a nők hormonháztartása elkezd megváltozni, és végig a perimenopauza, menopauza, posztmenopauza, az a teljes változókor időszaka alatt óriási változásokon megy keresztül. Az egyik leglényegesebb változás az ösztrogén szint drasztikus csökkenése. Ez számos élettani, egészségügyi változást indít el a női szervezetben, és életmódbeli, életminőségbeli romlást is eredményezhet a nőknél. A hormonháztartás felborulásával járó tünetegyüttesről már korábbi videóimban is többször szó esett. Most ebben a videóban arra szeretném a hangsúlyt elsősorban helyezni, hogy magával az ösztrogén csökkenéssel milyen tünetek járnak, illetve az alacsony ösztrogén szintet hogy lehet felismerni a szervezetben. A szervezetünk akkor működik jól, hogyha a különböző hormonok között fennáll az a kényes egyensúly, és ezt nagyon nehéz megtartani. A változókorban pedig ez az egyensúly rendkívüli módon kibillen. Nem csak ugye az ösztrogén szint csökken, hanem a progeszteron szint is. Az ösztrogén az például ugye számos más hormonnal áll kölcsönhatásban, például a progeszteronnal, a tesztoszteronnal, és ezeknek a változása kihat az ösztrogén szintre is. Na de foglaljuk össze, hogy melyek azok a legismertebb tünetek, amelyek az ösztrogén csökkenéssel járnak. Az első ilyen tünet az a fáradékonyság, az alvászavarok, az, hogy éjszaka nem tudunk aludni, ellenben ugyanakkor fáradékonyak vagyunk, tehát délután hajlamosak vagyunk arra, hogy elszunyókáljunk, elaludjunk. A másik az a külsőségeket is érintő tünetek, tehát a hajunk elvékonyodása, hajhullás, bőrszárasság, körömtöredezés, hüvelyszárasság, libidó csökkenés is egy ilyen fontos tünet. A hőhullámok is ehhez kötődnek, ezen kívül a rendszertelen vagy erős szívverések. A hasi hízás is az ösztrogén csökkenésnek tudható be. Feledékenység, a kognitív képességek romlása, fáradékonyság, irritáció, szélsőséges esetben depresszió, hangulatingadozások. Mivel rengeteg nő van, aki bizonyos okokból kifolyólag nem tud vagy nem akar hormonterápiához folyamodni, azért azt jó tudni, hogy van számos olyan lehetőség, ami kiválthatja ezt a hormonterápiát, pontosabban csökkentheti azokat a kellemetlen tüneteket, amiket a hormonváltozás okoz. Hát vannak olyan természetes gyógymódok, amelyek kedvező hatással bírnak az ösztrogén szintre. A legegyszerűbb ebből a táplálkozás, amelyről fontos tudni, hogy ahhoz, hogy hathatós eredményt érjünk el csupán a táplálkozásunk segítségével, ehhez ezeket a bizonyos ételeket, amikről majd most szó esik, ezeket rendszeresen fogyasztani kell, hosszú távon fogyasztani kell, napi szinten, ahhoz, hogy bármilyen látható eredmény legyen. A táplálkozás alapja tehát olyan növények fogyasztása, amelyek fitoösztrogéneket tartalmaznak. A fitoösztrogének olyan növényi eredetű vegyületek, amelyek a női hormonokhoz hasonlóan képesek a szervezet ösztrogén receptoraihoz kapcsolódni és ott hatást kiváltani. Az emberi táplálkozásban legfontosabb szerepet játszó fitoösztrogének a szója és a lemmag. Ezek hatásos vegyületei az izoflavonoidok és a lignánok. A fitoösztrogéneknek a szervezetben való aktiválásához fontos az egészséges bélflóra. Ezek alakítják át ugyanis az inaktív vegyületeket hatásos fitoösztrogénekké. Ezért fontos az, hogy egészséges legyen a bélflóránk, mert különben ezek az ételek nem váltják ki azt a hatást, amit várunk tőlük. Tehát, hogyha valaki egy gyógyszerkúrán van, vagy antibiotikumot szed, vagy felborul valamilyen módon a bélflórája, akkor ezt minél hamarabb helyre kell, hogy állítsa, és ahhoz, hogy a fitoösztrogének is tulajdonképpen fitoösztrogének kialakuljanak azok a vegyületek, amelyek ezekben az élelmiszerekben találhatóak. Vannak olyan népek, amelyek tradicionálisan nagyon sok fitoösztrogén tartalmú élelmiszert fogyasztanak, ilyenek a távol-keleti országok népei. Ezért van az, hogy például a japán nők, azok ugye a változókorban nem érzik annyira, vagy nem élik át olyan drasztikusan ezeket a tüneteket, mint a nyugati nők, mert ők gyakorlatilag születésüktől elkezdve ezeket a magas fitoösztrogén tartalmú élelmiszereket fogyasztják, mint például a szója. A fitoösztrogéneknek vannak olyan nagyon kedvező tulajdonságai,
hogy szelektíven váltanak ki ösztrogén hatást a szervezetben. Tehát vannak olyan szerveink, ahol kiváltják az ösztrogén hatást, és vannak olyan szerveink, ahol gátolják azt. Tehát például a mellben, változókorban különösen ez nagyon nem célszerű, hogyha ott egy ösztrogénszerű hatás kiváltódik. Ellenben mondjuk a csontozatban viszont kifejezetten kívánatos, hogy ez az ösztrogén ez aktivizálódjon. Ezért hívják ezeket az anyagokat szelektív ösztrogénreceptor modulátoroknak. És akkor nézzük ezeket az élelmiszereket. Az első, amit már említettem is, ez a szója. A szója azon kívül, hogy kiváló fehérje forrás és kiváló húspotló, ugye a vegetáriánusok körében például a húsnak azon hát negatívnak mondható, nem is tudom, tulajdonsága nélkül, hogy magas ugye a zsírtartalma és a koleszterin tartalma. Emellett ugye ezekkel a bizonyos izoflavonoidokkal is rendelkeznek, és ebből kifolyólag az egyik, hát ha nem a legismertebb és a leghatásosabb fitoösztrogén. Na most a szója esetében nem mindegy, hogy milyen formában esszük a szóját. Amit lehet erről tudni, az az, hogy ugye a szóját több formában lehet fogyasztani. Az egyik és alapvető forma ez a tofu, illetve a szója tej, tehát ez a szója babból ugye közvetlenül kinyert szója termék, vagy szója étel, ez a legelterjedtebb. Na most ez az, ami viszont a legkevésbé egészséges. Nyilván ugyanolyan magas fehérjetartalma van, ugyanaz az ásványi anyag és vitamin tartalma, de nem tesz jót a bélrendszernek, tehát az a bizonyos bélflóra, amit az előbb említettem, hogy fontos az a bélflóra környezet az a fitoösztrogéneknek, hogy ezek vagy azoknak a vegyületeknek, amik ugye fitoösztrogénnél válnak, ehhez megfelelő bélflóra környezet kell. Na most a szójának ez a formája ezt nem segíti. Ahogy ezt érzékeljük, ha ilyesmit eszünk, legalább sok nő érzékeli, az a puffadás, vagy hasmenés, vagy székrekedés akár, szóval valami nem stimmel ott a gyomrunkban, az emésztési rendszerünkben, hogyha mondjuk például sok ilyen típusú szóját eszünk. Viszont, amit egyébként Japánban is esznek, vagy például Indonéziában, vagy onnan származik a tempeh, vagy Japánban a miso, vagy a natto, ezek olyan fermentált szója élelmiszerek, amik jóval egészségesebbek. Tehát erjesztett szója, a szójabab erjesztett formájából valók, különböző módokon erjesztik őket, illetve különböző változatát erjesztik a szójababnak, és ebből tulajdonképpen nyerik ki ezeket a különböző élelmiszereket, amelyeknek azért markánsabb íze van, tegyük hozzá, mint egy normál tofunak, de ezek egészségesebbek is. És ezeknek az izoflavonoid tartalma is jóval magasabb, és kedvező hatással vannak a bélrendszerre is, szemben mondjuk a tofuval vagy a szójatejjel. Azt mondják, hogy a szóját, a fermentált szóját rendszeresen fogyasztó népeknél az emlőrák és a béldaganatok kockázata is jóval alacsonyabb. Férfiak, nők esetében, mármint hogy a férfiak esetében a béldaganatok, meg a prostatarák egyébként, illetve a nők esetében pedig az emlőrák kockázata jóval alacsonyabb. A másik nagy élelmiszercsoport ezek a magok, ezen belül is jelen mag, mint number one, tehát ez az abszolút legmagasabb fitoösztrogén tartalmú mag, de nagyon sok van a szezámmagban, a tökmagban, a napraforgó magban is. A magokról azt kell tudni, tehát ez változó korban ezeket a magokat rendszeresen napi szinten fogyasztani kell, méghozzá nem egészben. Tehát ez is nagyon félreértés, mert én is nagyon sokáig úgy fogyasztottam, meg fogyasztom most is néha, hogy csak így a salátát megszórom egy kis lemmaggal. De ez nem igazán jó így, mert nem hasznosul, tehát ugyanúgy marha nehezen hasznosul az a vegyület belőle, amiből fitoösztrogén, tehát amiből ösztrogén lesz. És jóval könnyebben kapcsolódik ugye az ösztrogén receptorokhoz ez az adott vegyület, hogyha ez darált formában áll rendelkezésre. Na most darálva nem nagyon árulják, vagy nem tudom, de a legjobb módja szerintem a fogyasztásnak az, hogy bevásárlunk ezekből az egész magokból, és csinálunk egy ilyen kis maroknyi keverékeket magunknak belőle, vagy adagokat, vagy nem kell persze feltétlenül, de amikor éppen fogyasztás előtt vagyunk, akkor
akkor egy adag ilyen magot ledarálunk valahogy, és kávédarálóval, vagy bárhogy, és akkor frissen beletesszük az ételbe, amivel szeretnénk enni. Mondjuk bármivel tenni, levesbe, salátába, turmixokba, reggeli turmixba szoktam beletenni, joghurttal lehet fogyasztani, nagyon finom. Tehát ezekkel sokkal, de sokkal jobban a felszívódása is a magoknak így. A másik ugye az olajos magvak, amik szintén ebbe a csoportba tartoznak, tehát azon kívül egyébként, hogy ezek kiváló hasznos olaj, illetve omega-3, kálcium, magnézium, illetve agyra pozitív hatást gyakorló ásványanyagokkal és vitaminokkal rendelkeznek, ezen kívül kiváló izoflavonoid források is, és ezért érdemes ezeket is mindig fogyasztani a változókorú nőknek. A harmadik csoport, ezek a hüvelyesek. A hüvelyesek azok egyébként is ugye nagyon hasznos rostforrások, és fontosak ugye a bél, meg a helyes emésztés szempontjából. Ezek is jó fitoösztrogének, és bármilyen formában lehet napi szinten fogyasztani őket. A babokat, lencséket, csicseriborsót, humuszt, ugye? Úgyhogy ezek mind nagyon egészségesek. A negyedik ilyen táplálékcsoport az tulajdonképpen a csírák. A különböző növényekből, különösen a lucernából, a vörösheréből, a brokkoliból növesztett vagy csíráztatott csíra, az rendkívül egészséges, és ezeknek rendkívül magas a fitoösztrogén tartalma, tehát nagyon-nagyon növelik az ösztrogén szintet a szervezetben. Úgyhogy érdemes csíráztatni, hogyha tudunk, ha nem, akkor valahonnan beszerezni ezeket frissen, és nyilván ezeket salátához, bármilyen élelmiszerhez hozzá lehet adni. Szintén fontos a sok zöldség és gyümölcs fogyasztás. Gyümölcsöt azért mérsékeltebben, zöldségekből pedig főleg azoknak a zöldségeknek a fogyasztása, amik friss, leveles, zöld zöldségek. És végül ötödiknek mondanám el, ugyanezek hát élelmiszerek persze, de főleg ugye gyógynövények, tehát ezeket lehet tea formájában is inni, vagy pedig tulajdonképpen fitoösztrogén tabletta, tehát ilyen táplálékkiegészítő formájában is árulják őket. Ezek ilyenek a kínai angyalgyökér, akkor a már említett red clover, tehát ez a vöröshere, de a fürtös poloskavész például, a cickafark, a kakukkfű, a rozmaring, ezek mind olyan gyógynövények, amik tulajdonképpen az ösztrogén háztartásnak az egyensúlyát idézik elő, illetve az alacsony ösztrogén szintnek ellensúlyozására tulajdonképpen növelik az ösztrogén szintet a szervezetben. Ugyancsak szabályozza az ösztrogén háztartást a maka gyökér, illetve az ebből nyert por. Ez egyébként az energiaháztartást is növeli, és a libidóra is kedvező hatással van. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy sok nő általában inkább ösztrogén dominanciától szenved, ami szintén ugyanolyan egészségtelen, mint az ösztrogén hiány, csak nyilván más tüneteket von maga után. Ami biztos az az, hogy az ösztrogén szint az nagyon könnyen ki tud billenni az egyensúlyból, és a változó korban, a változó kor bekövetkeztével azok a nők is, akik egyébként alapvetően ösztrogén dominanciától szenvedtek, azoknál is egy drasztikus ösztrogén csökkenést lehet tapasztalni. Ez történt velem is, tehát én is alapvetően egy ilyen ösztrogén dominanciára hajlamos hormonháztartású nő voltam világéletemben, és én is mindig azt gondoltam, hogy tulajdonképpen nekem nem kell se hormont szedni a változókor beköszöntével, se semmilyen fitoösztrogént, mert Isten ments, hogy még több ösztrogénem legyen. De aztán tulajdonképpen kiderült az, hogy ugye a progeszteron csökkenésével is az ösztrogén szint, de tényleg egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag úgy bezuhant nálam, hogy ami addig magas volt, az egyszer csak ilyen kész. Tehát ilyen szinte egyik hónapról a másikra olyan értékeket mutatott a leletem, tehát ugye nyilván mindig ez fontos, hogy az ember megnézesse a hormonjait, tehát hogy laborvizsgálatokat végeztessen, és ott az endokrinológussal megnézesse a leleteit, mert akkor lehet pontosan megállapítani és megmondani a látványos és egyértelmű tüneteken túl, hogy tényleg mi a baja valakinek. Szóval ami nekem
mondjuk az év elején egy ösztrogén dominancia volt, az gyakorlatilag év végére átváltozott egy ilyen nagyon brutális ösztrogén hiányjá, ami egyébként lehet azt mondani, hogy egy átmeneti jelenség, de miután egyből ugye olyan hatásokat váltott ki a szervezetemből, meg belőlem, meg az életminőségemből, meg minden, ami nagyon-nagyon nem volt jó. Ezért ugye én szükségessé vált nálam a hormonterápia. Emellett egyébként lehet fitoösztrogéneket is használni, illetve amit még emellett csinálok, az ugye én külön most már fitoösztrogént nem szedek, tehát tabletta formájában, étrendkiegészítő formájában én ezeket már nem szedem, ezt egy ideig szedtem, utána most ezt kiváltotta ez a bizonyos hormonterápia, de amit viszont csinálok, és amire figyelmet és hangsúlyt helyezek, az ugye az imént említett élelmiszercsoportoknak a rendszeres fogyasztása. Azt gondolom, hogy a korunkbeli hölgyeknek, ezeknek az élelmiszercsoportoknak a fogyasztása rendkívül fontos a hormonháztartás egyensúlyba tartása miatt, illetve egyensúlyba hozása miatt, és azon túl, hogy ugye kiváló fitoösztrogének, ezen túl egyébként számos más pozitív egészségügyi hatással is rendelkeznek, tehát tele vannak különböző baromi jó ásványanyagokkal és vitaminokkal, amik egyébként kifejezetten az idősödő szervezetnek nagyon-nagyon jók tesznek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban, illetve a személyes tapasztalataitokra is. Vagy ide írjátok be kommentbe a videó alá, vagy pedig a Facebook csoportomban, illetve a Facebook oldalamon is nyugodtan megoszthatjátok a véleményeteket. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot rá, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, de hasonló témák érdekelnek, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőgombot is, hogy nehogy lemaradjatok a következő videókról. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!